Nemrég készült el a Fácán utca, ennek kapcsán lakossági fórumot hívtatok ma össze. Milyen témák vetődtek fel a lakosság részéről ezzel kapcsolatban? Szerencsésen megépült az utca, és minőségi javulás következett be az itt lakóknak az életében, és többen felvetették, hogy ezt a lendületet ne veszítsük el, és ezt a természetes lendületet, amit mi felvettünk, ezt folytassuk. Összegyűjtöttem a lakók részéről ötleteket és összeírtam egy lakossági fórumot. Már a Covid idején nagyon nehéz volt tartani a kapcsolatot az ítélőkkel, én igyekszem, igyekeztem ezt megtenni, de most, hogy annak vége, így azért könnyebb összeírni fórumokat, és azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb platform, hogy közvetlenül érintkezzünk a lakosság, és meghallgassuk őket is. Számos lakossági ötletet most meghallgattam, és ezeket most összegeztük, többek között erdei játszótér, plusz a parkolóképítések, resztáblák kihelyezése, gyorshajtásnak a valamilyen jellegű szabályozása most kialakult ezen az új útszakaszon, ami mindenhol máshol sajnos így szokott történni, ahol, ahol, útfelújítás történik, utána megjelennek a gyorshajtók, úgyhogy számos témát elmitettünk, és ezeket beszéltük most át a, a lakókkal, az utcalakóival. Mi következik ezután? Tehát a javaslatokat azt előterjesztik az önkormányzat részére, ezt majd a képviselőtestület tárgyalja, és aztán mi fog történni? Megpróbálunk egy prioritást felállítani, legalábbis én megpróbálok egy ilyen prioritást összegyűjteni, ezt le fogom egyeztetni az utca lakóival, és nyilván a legegyszerűbbek, és ami olcsó, vagy szinte ingyen kivitelezhető, vagy megoldható, vagy ami önkormányzatnak kötelező faldat, azok, azok, azok vannak az első helyeken, ezek megtörténnek és remélem, abban bízom egyébként, hogy a, a jövőben ezeket, amiket most itt összegyűjtöttünk, ezeket az ötleteket, a legkönnyebbektől haladva, hogy a legnehezebbek és a legköltségesebbek irányába ezeket ö, meg fogjuk tudni valósítani. Én ez ezt javasolni fogom majd értelmszerűen a képviselőtestetnek a figyelmébe, és ugyanúgy, ahogy ö, tulajdonképpen egy képviselő mindig lobbizik mind a településért, de leginkább a saját által a képviselt lakókörnyezetért, vagy választókörzetért. Én is majd lobbizni fogok továbbiakban is, és remélem, hogy hasonló sikerrel, mint ahogy az, az utcát is sikerült megépíteni, vagy mondjuk a Józsefegy utcában teljes közműrekonstrukció történt és történik, lobbizni fogok itt a, a, az itt élőkért, és azt gondolom, hogy így tudom őket legjobban képviselni. Voltak kreatív ötletek is, és a közeljövőben is lesz olyan testületi döntés, vagy, vagy napi rendi pont, ami érintette többek között itt a Fácán utcai lakókat, vagy a József, vagy a Dózsa utcai lakókat. Én ezeket a teljes melszélességgel képviselem, és bízom benne, hogy sikeres leszek, és, és támogatást nyernek ezek a, ezek a napi rendi pontok, vagy az én általam előterjesztett javaslatok. Ugye, ha összegezhetjük, három fő pont volt, amiben vita is alakult ki, egyik az, ugye a gyorshajtás, a parkolás, és hogy kamerák kihelyezése, ez ügyben jutottak-e közös nevezőre alakokkal. Igen, a legnagyobb gumicsont egyébként ez a fekvőrendőr, de szerintem ez nem csak, nem csak Magyarországon, minden településen, hanem az egész világon. Nyilván abban az irányba próbáltam terelni itt a, a fórumot, hogy próbáljunk meg először kevésbé drasztikus eszközöket bevetni a gyorshajtás visszaszorítása érdekében. de magunkat regulázzuk, és az elmúlt időszakban egyébként a főutak mellén a Török Bárinton talán az a az jutó legtöbb fix trafipaxok a telepítését is megéltük, de egyébként ezek működnek. Nyilván itt nem ilyen megoldást szeretnék, hanem én abban bízom, hogy azért az itt lakók, észlelve a kresztáblákat, egy-egy kreatív táblát is ki fogunk helyezni, ilyet már Tükörhegyre annak idején kihezett az önkormányzat, remélhetőleg a gyorshajtás megoldódik. Egyébként a kamera az, az napi renden van, volt itt közvilágítás fejlesztés az elmúlt időszakban, most az utca megtörtént, és jöhet majd a, a kamerakérdés is. Én nagyon bízom benne, hogy a választások után is itt tudok majd állni, és beszámolhatok arról, hogy ezt a kamerakérdést is napirendet tűzi az önkormányzat, és megvalósul.